Megérkeztünk a Volt Fesztiválra, ahol a fesztivál legjobb táncosait kerestük. Emellett szó volt az EB-ről, és megnéztük, milyen a hangulat. Itt vagyok az úriemberrel, aki úgy jött oda hozzám, hogy egy királyi interjút szeretne nekem adni. Mitől lesz ez az? Attól, hogy fosztatára iszom magam, rojába vágom magam, és utána pedig levetem a cipőmet, és azt mondom, hogy megnyalhatja bárki a kislábújamat. Ő érdekesen bulizik. Fullba. Azt mondom, hogy 3, 2, 1, és mehet a tánc. A srác egy kicsit másik dimenzióban van. Most már értem, miért van ennyi csajod. Ez a tánc, ez mindent visz. Hát, sokat kellett otthon gyakorolnom, de hát elsőprő sikerem van vele. Nagyon jók a koncertek, és nagyon jó a zene, és nagyon jó a pia is. A programok. Igen. És a mikrofonos csávók is nagyon jók. Köszönöm szépen, nagyon kis kedves vagy. Mennyire vagy EB-fan? Jól hallottam, te nagyon nagy EB-fan vagy. Igen, nagyon nagy EB-fan vagyok. Néztem minden meccset, aki a magyarokkal van. Szóval az összes magyar meccset és sok másikat is. Térjünk a külföldi csapatokra. Mit szóltál, mikor az argentinok nem jutottak be az EB-re? Hát nagyon sajnáltam, mert igazából Messi a kedvenc európai játékosom. De Neymarral vetekszik, szóval ez a kettő között szoktam válogatni. Van valami trükköd, hogy mész oda egy lányhoz? Hogy megyek oda egy lányhoz? Például úgy megyek hozzá, hogy megkérdezem, hogy szerbusz, van-e kedved táncolni? Ilyen szempontból viszonylag nagyon kreatív vagyok. Nem, ez kreatív. Ugyanis viszonylag jól táncolok, csak halkan jegyzem meg. Na figyelj, nagyon nagy szerencséd van, valahogy komolyan mondom amúgy, ma először, hogy van nálunk egy táncverseny, most nem szivatlak. Keressük a Volt Fesztivál legjobb táncosát. Nagyon jó. Adok neked 5 másodpercet, aminek 10 legyen. Neked 10, mert te profi vagy. Kapsz 10 másodpercet, mit tudsz kihozni belőle, jó? Most kell táncolnom. Igen, a 10 másodperc erre a zenére most fog indulni. 3, 2, 1. Na, a nyeremények, ha elmentek ahhoz a pulthoz, és azt mondjátok, hogy Dávid az amerikai tévétől kaptok 3 darab viszkikólát per fő. Jó! Tehát Dávid amerikai tévétől is 3 viszkikólát kaptok. Dávid amerikai tévétől! Így van! A srácok azt mondták, hogy kérdezzem őket. Hát, akkor kérdezzük, mit kérdezzek? Mit kérdezzen tőlünk, Zacsi? Mi kérdeztétek? Hát én amúgy nem akartam. Én sem. Na? Szóval én nem akartam kérdezni azért, hogy akkor most mi lesz? Mondj egy kérdést. Mi? Bármi. De siessetek, mert tényleg nem akarok kérdezni. Én sem. Most már nem akarsz? Én kérdezni. Akartam, nem. Ne akarták kérdezni. Igen, mit szeretnél volna kérdezni? Én az, hogy ők beszélhetnek-e? Beszélhetnek. Meg vagyunk, sziasztok! A lány veletek van, mert nagyon néz minket. Ide hozod? Nagyon virsli a buli, hívd ide. Hogy bírod elviselni őket? Őt könnyen, őket meg nem igen ismerem. Nem? Jó fejek? Eléggé. Őket, bekapnád őket egy szendvicsbe? Nem. Csak már a barátod ezt mondta nekem, hogy ezért kellett, hogy ide hívjalak. Nem. De most ezt mondtad az előbb. A kamera fölvette. Nem. A barátaid jöttek hozzám, hogy beszélnék-e veled, hogy bevennéd-e őt egy szendvicsbe. Köszönöm, nem. Figyelj, azt mondta a csaj, hogy benne van, csak menj oda hozzá és mondd, hogy szeretnéd, jó? Elintéztük. Nagyon fontos! Fesztiválon ne vízipisztolyozatok, mert idegesít! Ah, és megkaptam!